Köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Tamis Ákos vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Advent első vasárnapja, több településen is meggyújtották a koszorú gyertyáit. Felújított bölcsöde Pakson, 924 millió forintot költettek a beruházásra. Ittas biciklis okozott balesetet, a férfi segítségnyújtás nélkül hajtott el a helyszínről. Magyar Véradók napja, elismerték azokat, akik önzetlenül segítenek másoknak. Szerte az országban megünnepelték a karácsonyvárás időszakának kezdetét vasárnap. Advent első napján Tolna megye több településén is meggyújtották a városok koszorúinak gyertyáit. A következő hetek az elcsendesedésről és az ünnepre való felkészülésről szólnak majd. Városunk szeretne hozzájárulni az ünnepi időszak hangulatának, varázsának megteremtéséhez, ezért ebben az évben egy igen gazdag kulturális kínálattal, adventi vásárral és műsorokkal várja a családokat. Ezzel a gondolattal nyitotta meg Gyurkovics János alpolgármester a szekszárdi adventet. Arról is szólt, a szórakozás mellett fontos, hogy ebben az időben fokozottan figyeljünk oda egymásra. Segítsünk egymáson, és kérem szépen gondoljunk az egyedül élő, elesett beteg embertársainkra is, és őnekik is mindent tegyünk meg annak érdekében, hogy szebbé tudjuk tenni a karácsonyukat. Berlinger Attila, a Babits Mihály Kulturális Központ igazgatója arról szólt, minden napra szerveztek programot, amivel színesebbé tennék a karácsonyvárás időszakát. Nagyon gazdag programkínálattal készültünk ebben az évben, remélve azt, hogy a vírus talán nem fog olyan problémákat okozni, hogy a szabadtéri programokat ne lehessen megtartani. Minden nap 5 óra és 6 órai kezdettel itt a Béla Király téren felállított színpadon neves színművészek, helyi csoportok, zenekarok, iskolai csoportok, együttesek fogják szórakoztatni a közönséget. A Béla téren álló város karácsonyfáján kigyúló fények jelezték az adventi időszak kezdetét. Szakadó esőben gyűjtötte meg az első adventi gyertyát Pakson Süli János, a paksi atomerőmű bővítésért felelős tárca nélküli miniszter, Tolna megye 3. számú választókerületének országgyűlési képviselője. Első gyertya a hitet jelképezi, ennek a gyertyának a fénye, a hit fénye, és azt kívánom, hogy ez világítsa be következő időszak az utunkat, úgy, ahogy a betlehemi csillag vezette a három királyokat a gyermek Jézushoz. Süli János köszöntőjében arra is kitért, a rohanó világban a legfontosabb, hogy jusson időnk szeretteinkre és magányos szomszédainkra is. Egy olyan adventi udvart sikerült itt kialakítanunk, amely mindenki számára vonzó lesz. Én azt gondolom, olyan karácsonyi installációk, olyan karácsonyi fények, a hangulat várja majd az ide látogatókat, amelyet eddig nem szokhattunk meg, meg maga a tér is úgy lett ugye tervezve, hogy ilyen rendezvények megtartására alkalmas legyen. Tamás Iván kézműves foglalkozással indult az advent első vasárnapjának programsorozata a Művelődési Házban. A település polgármestere elmondta, hogy az elkövetkezendő 3 hétvége is színes programokat tartogat majd az ünnepre való hangolódási egyében. Közel egy évtizedes hagyomány Tamás Iván, a város főterén, a Turmezei téren, az itt élőkkel, az érdeklődőkkel együtt várjuk a karácsonyt. Minden adventi vasárnapon egy kis összejövetellel, műsorral készülünk azoknak, akik szívesen eljönnek így vasárnap délután este. A programok mellett kézműves vásárt is tartunk. Bonyhádon is meggyújtották az első gyertyát a város adventi koszorúján, és ezzel kezdetét vette a 3. völgységi advent programsorozat is. Nagyon jó ötletnek tartom, és remélem sokkal többen fognak élni vele, mint ahogy most látom egyelőre. Szerintem az első sok embert otthon tartott. A felnőttek mellett természetesen a gyerekek körében is nagy volt az érdeklődés a karácsonyi forgatag iránt. Nagyon örülünk, hogy megindul a karácsonyi vásár. Szerintem nagyon kellemes, jó kis elfoglaltság. Gyerekeknek is tetszik, szeretnek ide lejárni. Még egy kicsit gyér az érdeklődés, de szerintem majd később még alakul ez a dolog. A völgységi advent program sorozaton a szervezők igyekeznek mindenki számára érdekes rendezvényekkel tarkítani az ünnepi időszakot. Céljuk az, hogy az esemény sorozattal közelebb hozzák egymáshoz a bonyhádi és a környékben élő embereket.
27.830 új koronavírus megbetegedést igazoltak hétvégén idehaza, ezzel a járvány kezdete óta összesen 1.096.718 főre nőtt a beazonosított fertőzöttek száma. Elhunyt 460, többségében idős krónikus beteg, így az áldozatok száma 34.326 főre emelkedett. 7.438 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 538-an vannak lélegeztetőgépen. Oltást eddig már 6.121.000-en kaptak, Tolna megyében 659 új fertőzöttet regisztráltak az elmúlt három napban. Ezzel a járvány kezdete óta 22.781-re nőtt a beazonosított fertőzöttek száma az országnak ezen a részén. Teljesen felújították Pakson a Kápolna utcai bölcsödét. Az épület és az udvar helyreállítása mellett bútorokat, eszközöket és a munkához szükséges felszereléseket is vásároltak. A projektre mintegy 924 millió forintot költhetett a város. Megújulva, újra kinyitja kapuit Pakson a Kápolna utcai bölcsöde, mely a demográfiai változások miatt 2007-ben zárt be. Az ünnepélyes átadáson a szalagot Lukácsi Magyar Melinda intézményvezető, Kovács Pál államtitkár és Szabó Péter polgármester vágták át. 2010 óta a házasságok száma duplájára növelkedett, a válások 60 éve nem látott mélyponton vannak, és a születések száma pedig emelkedik. Ezért vált szükségessé Pakson a Kápolna utcában a több mint 10 éve bezárt bölcsödei épület eredeti funkciójának a visszaállítása, melyről 2019-ben döntött a képviselőtestület. A fejlesztésre a terület és településfejlesztési operatív programban közel 924 millió forint pályázati támogatást nyert Paksváros önkormányzata. Ebből a jelentős összegből 762 millió forintot költöttünk az épületek teljes külső és belső felújítására, a teraszok, az udvar és a parkoló kialakítására is. A fennmaradó összeget pedig bútorzatra, gépekre, a napi működést kiszolgáló és segítő eszközökre tudtuk fordítani. A 21. századi európai színvonalú bölcsöde 80 kisgyermeket tud fogadni. A bölcsöde épülete három nevelési és gondozási egységet, egy igazgatási, szociális helységekből álló tömböt és egy melegítő konyhát foglal magába. Az épület 6 gyermekcsoportjában összesen 80 kisgyermek fogadására lesz lehetőség. A bölcsöde mellett 32 férőhelyes parkoló is megépítésre került. A felújított épületet jövő hét folyamán vehetik birtokba a gyerekek. Egyre többen tudnak elhelyezkedni idehaza. Az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlése szerint novemberben valamivel több mint 242.000 álláskereső volt Magyarországon. A rendszerváltás óta kizárólag 2019 utolsó negyedévében állt alacsonyabban ez a mutató, jelentette be Sanda Tamás, az ITM parlamenti államtitkára. Az egy évvel ezelőtti adatokhoz képest egyébként 54.000-rel csökkent a regisztrált álláskeresők száma. Ittas kerékpáros okozott súlyos sérüléssel járó balesetet Öcsény és Decs között vasárnap. A férfi ráadásul segítségnyújtás nélkül elhagyta a helyszínt, miután a mögötte haladó autó miatta tért le az útról. De nem csak ennél az esetnél kellett intézkedniük a rendőröknek az elmúlt 72 órában. Csak a kocsi hátulja látszott ki az árokból, a sofőrnek egy szabálytalan biciklis miatt kellett elrántani a kormányt Öcsény és Decs között vasárnap, a járműben ketten utaztak. Az 51-13-as mellékúton egy kerékpáros közlekedett, világítás nélkül, illetve láthatósági mellény nélkül. Egy mögüle érkező autós későn észlelte a kerékpárost. Az ütközést, hogy elkerülje, félrehúzta a kormányt, így nem ütött el a biciklist, viszont az úttestről letért. Ezt követően csapodott a kocsi a fás bokros területre. Az anyósülésen ülő fiatal súlyos sérülést szenvedett. A biciklis nem állt meg segítséget nyújtani, hanem szó nélkül tovább tekert. A rendőrök hamar elfogták, végül kiderült, hogy más szabálytalanságot is elkövetett. A kerékpárost kollégáim intézkedés alá vonták, pozitív szondát produkált. Vagyis a kivilágítatlanul balesetet okozó, majd a helyszínről elhajtó biciklisnek még ittas vezetésért is felelnie kell majd. De nem ez volt az egyetlen sérüléssel járó baleset a hétvégén. Bonyhád és Bátaszék között két autó ütközött össze, miután egy kereszteződésben az egyik sofőr nem adott elsőbséget, ott egy személy sérült meg könnyebben.
Szerdáig maradt ideje a csaknem 1 millió érintett gépjármű tulajdonosnak arra, hogy eldöntse, lecserélje évvégi évfordulós kötelező biztosítását, a felmondásoknak szerda évfélig el is kell jutniuk a biztosítójukhoz. Az az autós, akinek a felmondása nem érkezik be legkésőbb december 1-én évfélig a biztosítójához, automatikusan a következő egy évre megállapított új díjon viszi tovább a jelenlegi kötelező biztosítását. Ha ennek ellenére másik szerződést köt, az a törvény értelmében érvénytelen lesz. A december 1-i határidő ugyanakkor csak a jelenlegi szerződés felmondására vonatkozik. Új szerződés megkötésére december 31-ig van lehetőség. November 27-én szombaton ünnepeltük a Magyar Véradók napját, ez alkalommal köszöntötte a Vöröskereszt Tolna megyei szervezete azokat, akik már legalább 25 alkalommal nyújtották a karjukat, hogy így segítsenek másoknak. A megjelentek között volt, aki már a 100. véradásán is túl van. Többszörös véradóknak mondott köszönetet a Magyar Vöröskereszt Tolna megyei szervezete Szekszárdon a Véradók napja alkalmából. Boa András 18 éves kora óta már 100-szor nyújtotta a kezét. Azt mondja, addig folytatja, amíg egészsége engedi. Embertársaim segítségére, illetve jól éreztem mindig magam utána. És egy-két napon belül teljesen újra termelődik a vér. Idén a Provita díjat Szabóné Szejfert Annának ítélték oda. A kitüntetésben azok részesülhetnek, akik legalább már 100-szor nyújtották a karjukat. Az elismerést az Emberi Erőforrások Minisztériuma ítéli oda a Magyar Vöröskereszt és az Országos Vérellátó Szolgálat javaslata alapján minden évben. A dombóvári nő 36 év alatt közel 120 alkalommal adott vért. Ez úgy volt, hogy egy munkahelyet váltottam, és ott márciusban csapat mondta, nem, nincs kedvem vért adni, mert ők mennek. Hát mondom, még úgy csattam, akkor miért nem? És azóta évente 4-szer adok vért. Tehát 3 havonta, mert 3 havonta szabad a nőknek. A megyei véradó ünnepségen Fodor Antalné, a Magyar Vöröskereszt elnöke is jelen volt. Ő úgy fogalmazott, hogy a véradás semmivel sem pótolható, és a gyógyulást az egészség reményét biztosítja a betegeknek. Mi úgy szoktunk számolni, hogy 450 ezer vérettség kell éves szinten. Természetesen arra számolni kell, hogy esetenként több vérszükséglet van, hiszen ha nagyon sok a műtét, vagy egy nagy balesetnél, azt gondoljunk rá, hogy ez mennyire fontos, és nagyon fontos, hogy a megfelelő tartalék mindig rendelkezik. Magyarországon november 27-e, immáron 33 éve a Magyar Véradók napja. 2020-ban Tolna megyében több mint 6000 ember nyújtotta a kezét véradási szándékkal. Jövőre is 5% felett marad a növekedés, ezt a pénzügyminiszter mondta hétfőn. Varga Mihály úgy fogalmazott, hogy a magyar gazdaság Európában az egyik leggyorsabban indult újra. Az év közepére már meghaladta a járvány előtti szintet, idén 6,8%-os, jövőre pedig 5% feletti lesz a növekedés. A tárcavezető kiemelte, hogy Magyarország sikeres adósságkezelést hajtott végre a járvány okozta nehézségek közepette, 4 évről 6 évre meghosszabbította a lejáró adósságok futamidejét, illetve tovább növelte a lakosság szerepét a finanszírozásban. Mára már az államadósság negyede a lakosság kezében van, szemben a 2010-es 3%-kal, tette hozzá. Különleges látványossággal készült az adventi időszakra a Gyönki Német Nemzetiségi Egyesület, mézes kalácsokból készítették el ugyanis a települések kicsinyített mását. Ez már hagyomány náluk, idén 35-en vettek részt a munkában. Ez a templom apró darabokból sül meg, apró darabokra van kiszabva, és mind a Lego úgy van összerakva. Advent első vasárnapja óta várja az érdeklődőket a 9. Édes Gyönk mézes kalács kiállítás. A kezdeményezés 9 évvel ezelőtt fogalmazódott meg az alkotókban, akik azóta is minden évben elkészítik a település édes mását. Szerettünk volna egy önálló eseményt létrehozni, amit kizárólag az Egyesület talált ki itt a településen. Persze az egész országban mindenhol volt mézes kalács kiállítás már, és úgy gondoltuk, hogy Édes Gyönk nevet adunk neki, mégiscsak gyönkiek készítik általában, vagy a gyönk környéki települések emberei, és ezért választottuk ezt a nevet. Az évről évre nagyobb méretű mézes kalács település elkészítésében összesen 35 fő vesz részt, akik több mint egy hónapig dolgoznak a művön. Minden mézes kalács épület megalkotásának megvolt a maga nehézsége, amelyet le kellett küzdeniük ahhoz, hogy az ünnepélyes megnyitóra már a kívánt formában pompázhasson a terepasztal.
Folyamatosan fejlődött, először értetlenül álltak az emberek is, hogy egyáltalán hogy álljanak neki, mert mézes kalácsot általában az emberek sütnek, na de megformázni épületet az nem olyan egyszerű, úgyhogy legelső alkalommal a művelődési házba volt, és így visszamenőleg megnéztük, hát talán egy 6 épület készült el. És akkor úgy fejlődtünk, hogy minél többen érdeklődtek, minél többen szóltak, hogy szeretnék készíteni, és akkor úgy kerültünk az evangélikus templomba. A tervek szerint a mézes kalács épületeket decemberben jótékonysági célra ajánlják fel. Regionális híreink következnek. Megduplázzák a férőhelyeket, új bölcsődei intézmény épül Pellérben. Betlehem. Elkészült Európa legnagyobb templomi alkotása. Melkason szúrta apját, előzetesben a 19 éves elkövető. Megduplázzák a jelenlegi 24 bölcsődei férőhelyet Pellérden, a település ugyanis 265 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert el uniós forrásból. Ennek köszönhetően kibővítik a már meglévő bölcsödét, játszó udvart alakítanak ki, és egy kis buszt is beszereznek. Az ünnepélyes alapkő letételen elhangzott, hogy a tervek szerint 2022 őszén már használatba is vehetik a gyerekek az új létesítményt. Újabb beruházás indult el Pellérden, amely a családokat és a gyermekeket szolgálja. A település 265 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. Ennek köszönhetően a meglévő bölcsödei ellátás minőségi javulását fogják elérni, hangzott el az ünnepélyes alapkőletételem. A 24 fős bölcsödei létszámot meg kétszerezzük, tehát 48 fő lesz az, aki ellátásra lesz jogosult itt Pellérden a bölcsödében. Ez annak a programnak a része, amivel polgármester úrral együtt, a testülettel együtt fejlesztjük azt az intézményhálózatot, ami a gyermekek gondozását, nevelését segíti. A csoportszobákhoz kapcsolódóan játszó udvart alakítanak ki, az esélyegyenlőség biztosíthatósága érdekében pedig egy kis buszt is vásárolnak, és az alapellátás biztosításához szükséges eszközök beszerzése is része a fejlesztésnek. Őri László elmondta, hogy az elmúlt 7 éves fejlesztési ciklusban számos ilyen és ehhez hasonló beruházás valósult meg a megyében. Mindenképpen elmondhatjuk azt, hogy az óda és bölcsöde fejlesztés tekintetében a rendszerváltás óta legnagyobb mértékű programot tudtuk közösen a kormány támogatásával Baranya megyében megvalósítani, hiszen összesen 6,6 milliárd forintból a vidéki Baranyában 30 helyszínen újultak meg és bővültek óvodák és bölcsödék. Az eseményen elhangzott, hogy a fiatal családok körében igen népszerűvé vált a település, ezért is szükséges a már meglévő bölcsödek kibővítése. A munkálatokkal várhatóan 2022 őszén végeznek a szakemberek, ezután már birtokba is vehetik a gyerekek. Elkészült Európa legnagyobb templomi Betleheme Version, a kis somogyi településen 73 éve fognak össze a helyiek, hogy együtt készítsék el advent első vasárnapjára Jézus születésének történetét szobrok segítségével. A járvány miatt több óvintézkedést is hoztak, kötelező például a maszk viselése és a távolságtartás a templomban. A közönség vasárnaptól nézheti meg a kész Betlehemet. Esélye, ezeket a tujákat, ez a hát, szépen a hátsó térbe beilleszted őket. Egész jól szépen fog mutatni. Már készül a vörsi Betlehem. Egy hete minden nap dolgoznak rajta a helyiek, hogy advent első vasárnapjára elkészüljön a 60 négyzetméteres építmény. A dekorációt a helyiek adják. Építőanyagból hát felhasználunk egy olyan 2-3 köbmétert. Az állványzat készül, már ugye van benne deszka, de van benne rendesen építőanyag is, gerendák, ami megcsinálják az egésznek az alját. Elég stabilra, és akkor utána be van deszkázások, be van borítva a zölddel, és akkor úgy kezdődik az építés, a díszítése neki. 5-6-an, de van, hogy akár 10 is egyszerre dolgoznak a Betlehemen, amelyet idén 73. alkalommal készítenek el. Most vasárnap, advent első vasárnapja, elkezdődik a várakozás időszaka, de ez nem egy tétlen várakozás, hanem mint látjuk, ugye egy cselekvő várakozás, hiszen megépítik újra a nagy Betlehemet. Tavaly sajnos ezt nem lehetett megtenni a koronavírus járvány miatt. Európa legnagyobb templomi Betlehemét most vasárnaptól lehet megtekinteni egészen január 23-áig. A világhíres alkotás mellett a helyiek vásárral is várják a látogatókat. Letartóztatta a Pécsi Járásbíróság az apját megkéselő fiatalt, a döntést tudomásul vette az elkövető és a vádhatóság is.
Egy családi vitából lett majdnem halálos kimenetülő tragédia. A 19 éves elkövető mellkason szúrta az apját, így életveszélyt okozó testi sértés miatt kell felelnie. Ezzel a rendőrségi szállítójárművel érkezett a pécsi járásbíróságra az apját életveszélyesen megsebesítő késelő pénteken. A Kozár Mislényi 19 éves elkövető előzetes letartóztatásáról kellett dönteni. A Baranya megyei rendőrfőkapitányság életveszélyt okozó testi sértés büntette miatt hallgatta ki gyanúsítottként a fiatalembert, figyelemmel a cselekménynek az előzményeire, jellegére és a felek közötti viszonyra megalapozottan fennáll a bűnismétlésnek a veszélye, ezért az ügyészség szükségesnek látta a legsúlyosabb kényszerintézkedésnek, a letartóztatásnak az elrendelésére vonatkozó indítványt. Ezt végül elfogadta a bíróság, és egy hónapra letartóztatták a fiatal férfit. Az ügyészség és a vádlott is elfogadta a bírósági döntést. A bűncselekmény november 23-án történt Kozár Mislényben. Veszekedés alakult ki az anya és a fiú között. Majd az apjával is dulakodni kezdett az elkövető. Végül egy 18 cm pengehosszúságú kést vett magához, majd az egyik szobába menekülő szülei után ment. A késnyelével betörte az ajtó üvegét, és újra támadni akart. Az apa megpróbálta lefogni fia kezét, azonban a fiú az ajtón keresztül olyan erővel szúrt az apja felé, hogy oldalról megsebesítette a mellkasán. Ezért ellene életveszélyt okozó testi sértés miatt nyomoznak a baranyai rendőrök. Végül mutatjuk újra röviden, hogy miről szólt a híradó. Advent első vasárnapja, több településen is meggyújtották a koszorúk gyertyáit. Felújított bölcsöde Pakson, 924 millió forintot költettek a beruházásra. Ittas biciklis okozott balesetet, a férfi segítségnyújtás nélkül hajtott el a helyszínről. Magyar véradók napja, elismerték azokat, akik önzetlenül segítenek másoknak. Kedden a fagyos reggelt követően napközben hideg, eleinte napos idő lesz, majd délután északnyugat felől beburul az ég, de számottevő csapadék nem hullik. Este is több felé várható kisebb eső, havas eső, hó egyaránt, éjszaka említést érdemlő csapadék már nem valószínű. Friss hírekkel legközelebb kedden este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, honlaponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Már köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!